Sziasztok! Mai nap hájat fogunk szaporítani. De lányok, nem kell rögtön megijedni, nem olyan hájra gondoltam. A varjúháj a sziklakertek egyik legcsodálatosabb növénye. Nagyon jó szárazságtűrő képessége van, alig kell öntözni, alig kell vele foglalkozni. Ezt a növényt nem tudjuk magról szaporítani, és így a mai nap dugványozni fogunk. Dugványozásban az a jó, hogy úgy tudunk egy új növényt rehozni, hogy annak 100%-ban megegyezik az összes tulajdonság az anyanövényünkkel. Szép, jó tulajdonságú növényekről érdemes hajtásokat levágni, steril metszólóval vagy késsel. Egy egyszerű öngyújtóval is lefertőtleníthetjük eszközeinket, vagy alkoholba kell őket mártani. De vágott növényünk sosem legyen 10 cm-nél nagyobb. Csökkentenünk kell a kipárolgási felületünket, és a földben sem kerülhetnek levelek. Ezért az aljáról ezeket el kell, hogy távolítsuk. Elősegíthetjük a gyökerezésünket, ha végét gyökereszeti portba mártjuk a növénynek. Ezeket a hormonporokat bármely gazdaboltban be tudjátok szerezni. Van lágy, félfás és felszáró növényekre is. De hogyha otthoni dolgokban gondolkodunk, akkor nagyon jó választás lehet a fahéj és a méz is, mert nagyon jó felfűtlenítenek. De egyik sem áll rendelkezésünkre, akkor sincs gond. Rengeteg olyan növényünk van, ami természetes úton is tökéletesen gyökerezik. Az ütötti közegünknél nagyon fontos, hogy jó levegős legyen és elegendő vizet tartalmazzon. A tűzegekben a növények nagyon jól gyökeresednek, sok vizet képes felvenni, és így még a levegőt is megtartja. Nagyon jó választás lehet még az érett komposzt is, sok benne tápanyag és remek mózsás a szerkezete. Az én cserepeimben is komposzt van. Egy kis faág segítségével lyukokat fúrok a nedves földbe. A varjúháj hajtásokat belemártam a gyökeresztető polba. Majd a lyukba helyezem és tömörítem mellette a talajt. A dugványok számára fontos a pára, ezért egy félbevágott PET palackot, befőttes üveget, vagy akár nylon zacskót is rátehetünk. Növényünket tegyük meleg és fényes helyre, de a tűző nap még véletlenül se érje. Körülbelül 2-3 hét alatt ki fog meggyökeresedni. Ha vannak olyan növények is, amelyeknek hónapokra van szüksége, néha vegyük le róla vagy üveget. Hagyjuk egy kicsit kiszellőzni, mert a párás környezet kedvez a gombás megbetegedéseknek. Köszönöm szépen a figyelmet! Remélem, ti is kedvet kaptatok a dugványozáshoz. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozzatok fel, és így nem fogtok lemaradni a következőekről. Sziasztok!